Sziasztok, a Tesz vagyok. Ez életem első élő adása. Amit még nem tettem meg, hogy nem kívántam még élő adásba senkinek boldog új évet. Ezt most bepótolom. Minden kedves YouTube nézőmnek boldog új évet szeretnék kívánni először is, és előre is boldog farsangolást. Egy évig nem voltam elérhető, nem voltam aktív YouTube-on. Erre sokan rá is kérdeztetek. Voltam osztálytalálkozón is a középiskolai, persze. Ott is kérdezték, hogy mi vagyok inaktív, mi nem rakok föl videókat. Hát ez azért volt, mert Kiskun, Halason, vagyis vidéken laktam, és nem tudtam videótartalmakat szerkeszteni. Ki vagyok öltözve, persze, alkalom az illően. Életem első élő adása. Köszöntelek titeket, YouTube nézők. Még nem értem el a 1000 feliratkozót, de szeretném. Először is bemutatkozom, Cseri Attila az eredeti nevem. YouTube blogger vagyok. Trash film készítő, informatikus, előadó, YouTube-os, vlogger, stb. Szóval azért nem voltam elérhető, mert vidéken laktam, nem szenteltem annyi időt a videókészítésnek. Rengeteg hobbim van, többek között a gyűjtögetés, ilyen kinderes mindenféle játékok, rajzolás, videózás, kerékpározás, kosarazás. Nemrég eléggé keményen érintett, hogy mely évekig kosaraztam, és megvan a magasságom a kosarazáshoz, Kobe Bryant halála. Elég keményen érintett, hogy helikopter balesetet szenvedett szegény, váratlanul érint. Az is váratlanul érint, hogy ő Kínából megint van egy ilyen, nem is tudom milyen koronavírus járvány. Eléggé letaglóznak ezek a hírek, amik mostan. Hát új évtizedbe léptünk. Eltelt egy évtized, lehet beszélni a 2010-es évekről így úgy, ez történt így meg úgy. Beléptünk egy új évtizedbe, és elég sok minden dolog vár ránk még. Rengeteg dolog fog történni a 2020-as években, azt mondom. Én meg úgy vagyok vele, hogy kicsit így magánéleti válságba kerültem, hogy most hogyan tovább, meg hogy most mit értem el idáig, meg hogyan szeretném tovább folytatni. Élő videóban ezt most nehéz kifejtenem nektek, de újra azon akarok lenni, hogy tartalomkészítés, felelősségvállalás, és újra megmutatni magamat a nagy közönség előtt. Leküzdeni ezt a én képemet, meg hogy bizonyos lámpalázat, ami még mindig tart nálam, és tovább folytatni a videótartalom készítést.
nagyon számítok rátok, elsősorban YouTube nézőkre, hogy minél több feliratkozom legyen, és hogy tovább folytassam a csatornát. Hát elég komoly évtizeden vagyok túl. Hát az évtized elején 2012-ben indítottam a YouTube csatornát, de az első trash filmemet őszintén ott van a smd.weebly.com-on, ami a Szilas Menti Média és Design Hivatalos weboldala. 2016-ban két régi, azóta már felejtett jó haverommal csináltam két trash filmet 2006-ban. Kilátó túl messze van 1-2 címmel, ami elindította számomra ezt a YouTube-os videótartalom készítést. Azóta kb. 5-6 YouTube trash filmet csináltam, és szeretnék úgy kijönni ebből a háborús, rövid trash filmes korszakból, és komolyabb dolgot csinálni. Egy élő szereplős, egész estés, 45 perces komoly filmet, nem háborús filmet. Mostanában egy egész depressziós vagyok, hogy most hogyan tovább a egészszer, és kezdem látni így a kiutat. Kezdek jobban odafigyelni magamra mostanában. És kezdek kilábalni ebből a kemény magánéleti depressziómból is. Kezdem újra építeni a karrieremet, ha bár most eléggé komoly kockulokna. Sokat kockulok mostanában online játékokkal, vagy Windows Store-ból letöltött játékokkal, ilyen a Eternium, vagy éppen a Overkill 3. Hát nagyon sok olyan projektem zsákutcába került, aminek komoly dolgokat számoltam. Ilyen például a Kilátó túl messze van videójáték változata, amit most 2020 elején a Game Guru-val akartam megcsinálni, de egyszerűen nincs hozzá potenciál. Szóval össze kell válogatnom idén egy teamet, akivel egy komoly projektfilmet le tudok forgatni, meg tudok csinálni egy videójátékot, és el tudom azt mondani, hogy újra videótartalom szerkesztő, meg vlogger vagyok. Szóval vegyétek ezt fogadalomnak, vagy bárminek, de ki akarok lábalni ebből a mély depresszióból, hogy semmiféle médiatartalom csinálás, vagy bármi más, hanem csak itt itthon ülök a gép előtt, és semmi komolyabb. Ezt szerettem volna elmondani nektek előre is, áldott békés jó új évet, most már hamarosan itt a február farsangolás, áldott békés farsangot kívánok nektek, és nem is fecsérelem tovább a szót. Hát ennyi. Boldog új évet, boldog új évtizedet és esztendőt, és ennyit akartam. Sziasztok! Atesz voltam, és láttok még engem. Csácsumi csá!